Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket Baliról egy gyors ugrással, illetve egy nagyjából 45 perces gyors hajózással átjöttünk Nusa Penida szigetre. És most innen szeretnék egy olyan bejelentkezéssel jönni nektek, vagy hozzátok, amin azt is megnézhetitek, hogy mi az, amit itt tömegek néznek végig esténként. Az egyik parton, az úgynevezett Crystal Bayen ugyanis, amikor lemegy a nap, akkor rengeteg turista és helyi gyűlik össze minden egyes nap, és úgy gondoltuk, hogy ezt szeretnénk megmutatni nektek, és még gyönyörködünk közösen a naplemente látványában, azért néhány hasznos infóval is jöttem. Talán nem tudjátok, de Indonézia egy elképesztően hatalmas ország, sőt sokan azt sem tudják például, hogy Bali nem önálló ország, hanem Indonézia része. Ugye Indonézia egy 17.500 szigetből álló hatalmas nagy ország, ezek közül az egyik Bali, és például egy másik sziget, Nusa Penida. A három Nusa sziget közül egyébként ez a legnagyobb. Nagyon érdekes, hogy Indonézia területe nagyjából 2 millió négyzetkilométer, és még egyszer mondom, több mint, sőt, úgy körülbelül ezt meg se tudják számolni szerintem, 17.500 szigetből áll, és ebből Nusa Penida 209 négyzetkilométer mindössze, szóval nem egy nagy szigetről beszélünk, gyakorlatilag egy ilyen egy-másfél napos időráfordítással a legszebb és a legfontosabb részei megtekinthetőek. Mi ma reggel indultunk át Baliról, miután tegnap hazautazott az első novemberi csoportunk, és még nem érkezett meg a második, és ezt az időt gondoltuk Dénessel, hogy itt töltjük majd Nusa Penidán, és egy kicsit mi is ismerkedünk a szigettel. Reggel az egyik korai, 8 órai hajóval jöttünk át, mondom, olyan nagyjából 45 perc volt ideérkezni, és aztán nagyon érdekes volt, és egy kicsit meglepő is volt a különbség a két sziget között. Ugye Balin megszoktuk azt, hogy ez a hatalmas nagy meleg és pára, ami ott van, az nagyon sokszor párosul esővel, nedvességgel, és ami nekem meglepő volt ideérkezve Nusa Penidára, hogy nagyon száraz minden, hogy ugyan van rengeteg zöld, de tehát pálmafák és különböző ilyen pálmaligetek és dzsungeles részek, ugye hatalmas nagy területen van itt élő természet, és rengeteg száraz növényt lehet látni. A sofőrünkkel és guide-unkkal, Vajánnal beszélgettünk erről, megkérdeztük, hogy milyen gyakori itt az eső, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon ritkán van. Itt nem úgy van eső, mint például Balin, hogy időnként azért az esős időszakon túl is elered, ők még márják itt az esőt, és nagyjából olyan december tájékán lesz majd itt eső és egy kicsit nagyobb nedvesség. Éppen ezért rengeteg a por, ugye nagyon sok a tengerparti részeken értelemszerűen a homok, úgyhogy hát érdekes látvány és érdekes tapasztalás, hogy alig 25-30 kilométert jövünk el Baliról, és egy szinte más világba csöppenünk. Persze rengeteg hasonlóság is van a két sziget között. Azt mondta egyébként a guide-unk, hogy na most közben lehet, hogy valaki be fog motorozni ide nekünk az élőadásba. Azt mondta, próbálom neki mutatni, hogy hagyja abba, de megtette, úgyhogy köszönjük. Szóval azt mondta a guide-unk, hogy itt még mindig nem túl sok muszlim van, bár ugye Indonézia a legnagyobb iszlám ország egyébként a világon. A kikötő környékén inkább többen vannak, és a legtöbben itt hinduk, illetve nagyon sokan még a hindu-balinész kultúrához is kapcsolódnak. A templomok egyébként szinte teljesen úgy néznek ki, mint Balin. A szokások is nagyon-nagyon hasonlóak, megkérdeztük, hogy ő például szokott-e menni Melukátra, mondta, hogy igen, időnként elmegy, átmegy Balira is, hogy volt Balin is Szentforrásnál megmerítkezni, de nem rendszeresen minden hónapban, tehát itt egy picit már másképp tekintenek erre az emberek. Egy nagyon-nagyon érdekes sziget, és ami még érdekes nekem, hogy ezen a kb. 209 négyzetkilométeren megkérdeztük tőle, Vajántól, hogy mennyien élnek, és ahogy erre válaszolt, ugyanis azt mondta, hogy 4600 család él itt. Tehát nem azt mondta, hogy mennyi a lélekszám, hanem hogy mennyi a család. mert hogy itt is ugyanúgy, mint Balin, közösségben, és elsősorban a családi közösségben gondolkodnak, és általában olyan 2-5 fős egy család, ritkábban nagyobb létszámú, neki például 4 gyermeke van, úgyhogy ő egy kicsit ki is lóg így a statisztikai átlagból, mert neki több gyermeke van, mint átlagosan egy Nusa Penidai lakosnak, ő is egyébként helyi, a szülei és helyiek, azt mondta, hogy itt születtek a szülei, és nagyon érdekes, hogy egy olyan turistahely közelében lakik egyébként, ahol ma jártunk, és ahol nagyon szép képeket, felvételeket készítettünk. Úgyhogy nekünk egy nagyon izgalmas tapasztalás idejönni Nusa Penidára, Bali után különösen, és itt is azt tapasztalom, amit gyakran mondunk azoknak a vendégeinknek, akik a spirituális útjainkra érkeznek, és akiket Farkas Edikával évről évre fogadunk itt, hogy amikor megérkezünk Ázsiába, akkor ki kell kapcsolni az elvárásokat. Ki kell kapcsolni azt, hogy miért így, vagy miért úgy. Miért nem szedik össze például a szemetet, vagy miért rendetlenek, mondjuk ezt mi esetleg. De hogy itt mindennek megvan a miértje, mindennek megvan a magyarázata, és hogyha mi olyan mellékhelyiséget, vagy olyan tisztaságot keresünk, mint ami otthon nálunk megszokott, akkor csalódni fogunk, mert ez itt más kultúra, ez itt más világ. Ők más tanulnak, mint amit mi tanulunk, és hogyha belegondolunk abba, hogy Nusa Penidát egyébként a turizmus még később fedezte fel, mint Balit, tehát nekik még kevesebb idejük volt arra, hogy ehhez a civilizált, gyors tempóhoz felzárkózzanak, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy például az esőerdőben, vagy ahol egy parkoló van, rengeteg műanyagpalackot látunk eldobálva, ugyanis nem tudott átmenni a kultúrájukon az, hogy a szemetet össze kell gyűjteni. Kérdezték a mostani csoportunkban is a vendégeink azt, hogy miért van az, hogy ennyi szemét van, miért van az, hogy időnként, amikor esik az eső, akkor a hegyről szinte hömpölyög le az út szélén a szemét, vagy miért nem szedik össze, miért nem helyeznek ki kukákat. Nagyon egyszerű a válasz. Azért, mert ez nincs ott még a kultúrájukban, mert a 60-as években félmeztelenül 100 szarongba mászkáltak a poros utakon, mert hogy nem voltak egyébként aszfaltozott utak. Az emberek Balin is, hát itt meg aztán pláne, még később, ahogy mondtam, még később fedezte fel a turizmus ezt a szigetet. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor bejöttek a tömegárok, amikor bejöttek külföldről a különböző importárok, amik csomagolva vannak, ráadásul műanyagba, akkor ők ezzel egyáltalán nem tudtak mit kezdeni. Nem ismerték ezt. Egy dolgot ismertek, a pálmalevelet. Ebbe csomagoltak mindent. Ebben csomagolták az ételt, ebben tartósítottak, ebben tettek el, ebben vitték el magukkal, és ha kimentek a földjeikre dolgozni, vagy intézték az ügyeiket, és vittek magukkal ételt a banánlevélben, amit átszúrtak szintén a banánfának egy ilyen, a levelének egy ilyen, nem tudom ezt most hogy hívják, nem jut eszembe, ez a középen lévő szállal, ami így ki van száradva, és ezt ilyen sticknek, ezt ilyen összetűzőnek használják például a csanan készítésnél is. Szóval ezt fogták és egyszerűen eldobták. És ehhez hozzászoktak. Nem egyszerű egy-két évtized alatt valami erőteljeset átvinni, és nem is feltétlenül kell. Lehet, hogy inkább ezeket a csomagolt dolgokat lehetne kívül hagyni, de hát a turistáknak meg igényei vannak, és amennyire lehet, a helyiek zárkoznak fel, és teszik ezt mindezt alázattal, és teszik ezt mindezt nagyon-nagyon-nagyon kedvesen. Mert hogy itt ugyanazt tapasztalható egyébként, amit Balin már nagyon sokszor megéltem, az itteni emberek végtelenül kedvesek, nagyon türelmesek, nagyon segítőkészek. Most például megkértük a szálláson a szállásadókat, hogy nem tudjuk megvárni a reggelit, nagyon korán fogunk kelni holnap, mert nem csak nap lementét, hanem nap felkeltét is szeretnénk nézni, úgyhogy holnap kora hajnalban 4 órakor indulunk útnak, és elmegyünk a Diamond Beach-re, pont a sziget innen legmesszebb lévő másik csücskébe, ott fogjuk megnézni a napfelkeltét, és nincsen ételünk. És megkértük őket, hogy tudnának-e nekünk valamit csinálni, megrendelhettük az ételt, és azt mondta nagyon kedvesen a szállásadónk, hogy éjszaka meg fogja nekünk ezt főzni. Itt egyébként nagyon sokszor melegételt tesznek reggelire, tehát nem olyan típusú reggelit fogyasztanak, mint mi. Úgyhogy egy helyi jellegzetességet, nasi gorenget, tehát sült rist fogunk kapni kis zöldségekkel, egy tojással, és tudom, talán valami szósszal mellette. Azt mondta, hogy ezt be fogja nekünk csomagolni, és hogyha adunk üres műanyag palackot, mert kiürült a vizes palackunk, akkor friss dzsúszt is tölt bele. Reggel csak menjünk oda a hűtőhöz, a központi épületbe, és ott fog minket várni a reggeli. No, ilyenek az itteni emberek, és ilyen gyönyörű itt a naplemente. Nagyon örülök, hogy megmutathattuk nektek. Szeretettel üdvözlünk benneteket Dénessel, Nusa Penidáról. Sziasztok!